kegyetek meg, felbassza az agyamat ez a hülye ízét, csak mi az, hogy ne szólaljunk meg? Meg hogy szól rá, meg mi van, mit képzel ő? Ki szólt rá? Mit tud ő az Istenről? Mikor szólt rá, Tamás? Amikor megszólalt az Éva telefonja, és ő utána beszéltem. Nem is hallottam. De most kigyúrsa volt én, egyszer hagyjátok már abba, vagy ilyesmi. Mit gondolod? Ahogy elbaszták a kurva tempomokat, mert mindig be van zárva az ajtó, mert be kell menni, csendbe kell lenni egy olyan helyen, hogy igazából hallatom kéne hangom, egy ilyen fasz hátulról rám szól, hogy beletaposson a hitembe. De ott hátulról van, amelyik hallgató szólt rád? Nem. Itt van egy biztonsági őr. Ki egy biztonsági őr. Na jó, aztán felejtsük el. Igen, csak pont ilyen apró részletek miatt van az, hogy ne ez a szakrális tér nem működik. Hát ez már rég volt szakrális tér. Egyáltalán volt. Valószínűleg nem volt sohasem. Ja, ahhoz képest elég sokba került. Azt mondjátok, őt nem ismerjük Tamás, az ének? De. Hát csak is hívjuk el. Meg kéne várni. Én most látom. Túl jó az akusztikája a helynek, és teljesen hallottuk. De az nem baj. Nem, szerinted. Te telefonáltál? De én erről le is maradtam egyébként, hogy itt mit mondtál, nekem mondtál? Én azt mondtam, hogy nekem is lenne mondani magam. Nem a telefonban, hanem hogy ez az egész az, ami történik. És hogy nem kéne hallatni a hangomat, akkor kinek kéne hallatni a hangját? Ne szemlíts. Nagyon felidegesít. Ne rohanjunk el. Gyere. Egész életem az egész keresztény egyházzal küzdöttem. Csak ezen múlik, hogy milyen emberek vannak benne. Ezek nem istenek. Hát így van. Igen, nem van idegen esetek. Hogy... És jobban, hogy helyzetek. Mert a fingás az természetesen, mint a beszél. Mert primitíved. Mert most a szalomé falszegben a halálnak tapostam, vagy az Isten felülről repedezik a plafon. Mert az Isten teremtményeket a saját arcára formál, beszélt a templomban, ami egyébként csatorna az Istenhez. Tamás, ennek most semmi köze nem volt az Istenhez. Ha van ilyen... Nem, a dolgok nem tökéletesek. Az emberi nagyság abban méretű, hogy a tökéletességen nem érkezik. Igen, és hozzáteszem, pont annyira tökéletlen a szalomének az előadása. De nem is volt kiváltás, nem az. És így csak jó volt, úgyhogy tökéletlen most, hogy vonnám volt vele. Viszont egyébként. Ez egy fölösleges tekintély parancsol, amiből megint az egész kurva egyház, hogy van a falfa. Ez másodlagos, szerintem. Én nem ezért jöttem ki. De én is ugyanúgy felhúztam magam. De ez a hely a milyen kellene, igen, hogy legyen? Igen, prédikációkra nem vagyok kíváncsi. Nem mondta azt mondani, hogy prédikáció is lesz. Egy kis kommentár volt. Tudjátok, itt aki lájkol, utána megkormálkozik. Akkor ezt kérlek, elszívod, és te nem jössz be? Vagy ha megverszik, úgy értem, hogy megvártok itt minket. Jó, akkor mindjárt jövünk. De kihozzuk nem vagyunk nem bere. Kihozzuk a szalomét, és már annyira elkívül.
Jó. Nagyon boldog karácsony, csak jó, egészséges új évet kívánok. Az lesz. Éljük végül a következő évet. Igen. Még az az már következő. És így tovább. Közös kép. Igen, mert ez nincs túl nagy hőség. Igen, pontosan, azt én elmondtázom lebben. Ez a két csoportunk van. A melegvérők és üdegvérők. A melegvérők és a hüllők, az emlősök és a madarak. Nagyon jól nézel ki. Nagyon jól nézel ki. Nagyon örülök neked. Én össze gondolom, hogy András azt mondta, hogy ez fiatalabb, csinos, mert én lehetem, hogy én barika. Olyan fét vagy. Fiatal. Csak viccelek, de megkövetem. Már összeszedtem magam valamennyire. Vagy még igen a fejlődés, remélem. Nem állok meg. Köszönöm. Mindig csak akartalak keresni. Én hívtalak, meg írtam neked a Facebookon. Nem mondom komolyan. Mert többször írtam neked a Facebookon. Egy kommentet, egy versem alá írtál, ezen kívül nem kaptam. Most többször írtam, hát ilyen pársorokat. Ő már összeveszett velem emiatt, biztos. De légy színe vesz velem össze, mert én is. Én is azért írtam. De ti nagyon értem. Ez van már esetben. Akkor marad is semmi. Nagyon jó, hogy ilyen mindig. Miért? De akkor már edzett vagy ezek szerint. De mi jól van ott vagy az ember állandóan? Kommunikáció. Egyszerű, hatékony kommunikáció. És egyszerű, szóval szintén. És kell. Köszönöm.
Legény, persze. Meg voltam, de vagyok tiltva már azt a 5 hete, azért, mert valaki van, kis patkány, ki foglalkozik ezzel, panaszkodott, hogy én olyan embereket kértem barátkozni, akit nem ismerek. Igen, teljesen igaz. A Facebook naponta mutatja, hogy itt van még 12 ember, akinek közös ismerős, és azt mondja, jó, oké, azt csinálom. Van nekem valami 700 ember, és a nagy része 500-at nem ismerek. És ezért letiltottak engem, hogy én egy valami gonosz vagyok. Minden van, ugye? András. De nem vagy gonosz. Nem, a Facebook az egy tiszta gesztápó. Ez egy olyan hogy az emberek ismerkedjenek. Mindenféle előtt. Miért? Figyelmeztetés. Mert olyan képeket rakod rá, ne értsetek félre. Nem pornográfiát, nem tudom milyen működnek. Csak akkor, hogyha valaki olyan van, a szemlélet között a két szemlélet, engem egy szemlélet, nem esélyek. És ebből van egy Nem, egyszerűen Facebookról, tudod, amikor jelentenek. Ez a vége, ez lesz a vége. Már megy az internet felé. Baromi gondolat volt, de... Nagyon jó. Tehát... Azt mondta, hogy tűnnek el az aggatokat. Nem tűnnek el, tudod, akiket nagyon jelentenek, például nem a kontrovers, például a csöki, akik már nyitottak 3-4-ben, csak minden alkalommal följelentik őket, a barátok jelentik fel őket. És akkor az egész tartalmokat... Az egész tartalmat, jól. Egy jelentés... Nem egy. ...reagálva. Van egy shift network, ami ugyanaz, mint a Facebook, csak spirituális dolgokról foglalkozik. Az emberek ilyen spirituális érdeklődő emberek. Jó, na jó, persze az is hozzájárult, hogy az emberek jobban, az én a budóban van. Mindenki, hogy semmi sem. Nem kevesen élünk, akik azt mondják,
Én nem hiszek meg annak. Nincs mobilod. Lenne egy bolt tenni, vagy ilyesmi. Alkohol nem nagyon van nálam. Én nem tudom, hogy ezen vissza fel magát, de voltam hasonlónak tanulja. Nem gondoltam, hogy most erről van szó. Mert én különböző dolgokat jöttem. Milyen kettős? Csak nem szeretem menni a férfelem, és kívül lehetett. Ez svájciak által alapított és épített református templom. Ezek a svájciak kiegyezés után állít ünnepet. A kiegyezés... Teretes, ugyanaz a... Ugyanaz a szekta. Milyen alföldi? Milyen alföldi bohós? Hát ugyanaz, csak más a mezünk egy kicsit. Én más mezbe vagyok. Isten állít. Isten állít. Ha nem parancsol, én vagyok az öreget, menj. Nem, 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 n